Jó estét kívánok! Az őszi szünetben is jelentkezik városunk heti magazin műsora, a Keceli Körkép. Nézzük a mai témákat. Több százal látogattak ki a temetőbe a négynapos hétvégén. Az önkormányzat koszorút helyezett el az első és második világháborúban elesettek emlékére. Folyamatosan javítják a hibás útszakaszokat, még a tél beállta előtt kátyúmentesítik a várost. Nagy sikerű pénztörténeti kiállítás nyílt a művelődési házban. 1762-től napjainkig láthatjuk a legritkább darabokat. Beindult a nagyinet, hamarosan nem jelent gondot a csetelés, a facebookozás vagy a képnézegetés. Sporthíreinkben beszámolunk a hétvégi kézilabda és labdarúgó mérkőzésekről. Tartsanak velünk ma este is! Az elmúlt hétvégén több százan látogattak ki a temetőbe. Sokan érkeztek vidékről is, hogy gyertyát gyújtsanak elhunyt szeretteik emlékét őrizve. A halottak napja keresztény ünnep, a katolikusok november 2-án tartják, minden szentek napját követően a bizánci szertartásban a pünkösd előtti szombaton. Az ünnep már az ókori Rómában is létezett Ferália néven. A katolikus egyházban először 998-ban ünnepelték. A keceli temetőben idén is már napokkal november 1-e előtt megtisztították a sírokat, hogy méltó lehessen emlékezni. A hosszú hétvége megkönnyítette azon látogatók helyzetét, akik vidékről érkeztek. A Szent Háromság templomban szerdán délelőtt 9 órakor szentmisét mondott az elhunyt testvéreknek ajánlva Burányi Roland plébános, aki kiemelte annak fontosságát, hogy nem csak ilyenkor kell megemlékeznünk szentjeinkről és eltávozott rokonainkról, hanem egész évben. A szertartás után megáldotta a ligetben található első világháborús emlékművet, majd elénekelték a magyar himnuszt. Utána közösen átsétáltak a temetőbe, ahol a második világháborús emlékműnél imádkoztak a hívekkel, és kérte az atya a gondviselő áldását az elhunytakra. Az önkormányzat nevében koszorút helyezett el az ismeretlen katona sírjánál Hasszilló Ferenc polgármester és Farkas László képviselő. Már többször foglalkoztunk itt a Keceli Körképben a beltéri utak rossz állapotával. Volt olyan hasadék, amely elérte a 30 centis mélységet. A városépítésügyi csoport vezetője Szrenkó József tett ígéretet korábban arra, hogy a központi költségvetésből a tél beállta előtt kijavítják azon útszakaszokat a városban, amelyek sokszor lehetetlenné teszik a közlekedést. Itt a Körképben mutattuk be önöknek azt a mélyedést is a Gárdonyi Géza utcában, amely mára-mára múlté lett, ugyanis elkezdődött a hibás felületek kivágása és újraaszfaltozása. A Magyar Közút KHT munkatársai már 2 hete járják a várost, és az előzetes felmérések alapján ott raknak le új burkolatot, ahol azt szükségeltetik. Kecelen idén több mint 6 millió forint jutott útjavításra a költségvetésből, a mostani munkálatok hozzávetőlegesen 1,5 millió forintba kerülnek. A Keceli Polgárőr Egyesület munkájának jelentősége megkérdőjelezhetetlen. Nem csak a rendőrséget segítik, de erejükön felül igyekeznek együttműködni a helyi intézményekkel is. Polgárőreink szerveztek már közös programot, többek között a helyi családsegítő szolgálattal, a Városi Könyvtár és Művelődési Házzal, de a TG Virágdekor szakképzőiskolával is. Elismerésben nincs hiány, és mint arról a közelmúltban értesültünk, nem csak a helyi lakosság díjazza munkájukat. Országos Polgárőr Szövetségnek minden évben van egy október 23-ai megemlékezése, ez most ugye 22-ére esett, és hát a Keceli Polgárőr Egyesület kapott egy kitüntetést, és ezért voltam fönt. Szóba került a legutóbbi alkalommal a Téglás Bandi bácsinak is a neve, őt mivel tüntették ki? Hát igen, a Bandi bácsi az év polgárőr pedagógusa címet kapta, az egyesületünk pedig az év polgárőr egyesülete címet kapta. Miként jutott el a híretek Pestig? Hát én azt gondolom, hogy ehhez ugye a jó munka kell, tehát biztos az, hogy valakik azért csak elmondhatták. A megyei elnök az biztos, de rajta kívül még több ember is elmondhatta azt, hogy milyen polgárőr tevékenység működik, vagy igen, működik itt Kecelen. Én azt gondolom, hogy a jó hír az messzire jut. Reméljük, hogy máskor is így lesz. Kiderült, a rendezvény színvonala sem volt hétköznapi. Az igazság az, hogy én már többször voltam ezen a rendezvényen, és én azt mondom, hogy nagyon szép, nagyon jó volt. A Teve utcai rendőrpalotába volt ennek a helyszíne. Csak jót tudok mondani a rendezvényről. Műsor volt, tehát minden úgy, ahogy illik.
a Tégi Virágdekor szakképző iskola vezető igazgatójának, Téglás Andrásnak munkájáról számos elismerés árulkodik. De október 22-én mégis sikerült az intézményvezetőt meglepni. Meglepetés volt, mert utolsó napokban tudtam róla, hogy Budapestre kell menni, és hát akkor már tudtam, hogy miért kell menni Pestre. Meglepett egy picikét jó leső érzés, nagyon sok egyéb elismerést kaptam, de én úgy érzem, hogy ami valahogy ebből a térségből indul, az mindig közelebb áll hozzám, és hát megkaptam az év pedagógusa címet, ugye a polgárőrségnek a javaslatára. Milyen utat kell bejárni ezért a címért, hogy ezt valaki megkapja? Hát erre én nem tudok válaszolni, mert én nem a címekért járom az utamat, én egy egyéb más elkötelezettségből járom az utamat. Annak idején, mikor elindítottuk a képzést, mi azt mondtuk, hogy valahogy a fiataloknak át kell adni a szakmát. Hát ezt próbáljuk tenni most is, és minden erővel. Valószínűleg, hogy a polgárőrséggel való szoros együttműködés eredményezte ezt a kitüntetést. Milyen programokat szerveznek együtt mostanában, és hogy mire van még kilátás a jövőben? Hát, hogy milyen programokat? Én mindig azt nézem, azt az oldalát, hogy kik, akik tudnak nekünk segíteni abba, hogy a fiatalokat valahogy a gödörből, a veremből visszahozzuk. Én azt hiszem, hogy a polgárőrség az, aki itt a térségben maximálisan tud ebbe segíteni. Vannak még nagyon sokan, de én azt hiszem, hogy ők élen járnak önzetlenül, és eleinte ők kerestek bennünket, hogy van-e valamire szükségünk, mi természetesen örültünk nekik, és rendszeresen különféle előadásokat tartanak a gyerekeknek, fiataloknak, közös programokat szerveznek, kint ugye a gépjárművezetőknek a, mondjam azt, hogy figyelemfelhívásától kezdve egész be a tantermekig, és ezek a fiatalok számára is nagyon népszerűek. Kis Csaba magángyűjteményéből nyílt pénztörténeti kiállítás október 28-án a Városi Könyvtár és Művelődési Ház kiállító termében. A tárlatot Palásti Károly, a kiskunhalasi Bibó István gimnázium igazgató helyettese, magyar történelem szakos tanára nyitotta meg, és a gyűjtővel beszélgetve közösen mutatták be, hogy miként változtak a papírfizető eszközök, illetve érmék a történelem során. Célszerű 1892-vel indítani pénztörténet szempontjából, ugyanis ott kezdődik a korona korszaka Magyarországnak, és hát napjainkig ugye 2011-ig három pénz szakasz van. 1892-től 1926-ig a koronapénzrendszer, 27-től 1946-ig a pengőpénzrendszer, és 46. augusztus 1-je óta fizetünk forinttal. A koronát jegyezzük meg, mert a magyar korona 1914. júniusában olyan értékes pénz volt, hogy 100 magyar koronáért, lassan mondom, hogy mindenki értse, 100 magyar koronáért 104 svájci frankot adtak. Tehát ez, hogy azóta mi csináltunk, el lehet gondolkodni. Nem kicsit, nagyon. Tehát a pénzünknek az értéke ekkorát változott, úgyhogy kérem, hogy keressenek majd egy olyan koronát, amelyik még a nemzeti büszkeségünket emeli. 1914. júniusi korona az még nagyon értékes volt. Azóta nem volt ilyen értékes pénzünk. A koronának viszont a megszűnése is izgalmas, mert amikor elveszítettük a világháborút, akkor megindult a felülbélyegzés. Mi ez a felülbélyegzés? Vége lett az osztrák-magyar monarchiának, szétszakadt a Nagy Magyarország, ezáltal nem maradt saját se pénzjegynyomdánk, se pénzverdénk, és ez időbe tellett, még ezt pótolták. Magyarul nem volt saját papírpénzünk, nem volt bankjegyünk, nem volt pénzünk. Kis Csaba szívesen beszélt az érdeklődők szeme elé tároló címletekről és azok különlegességéről, arról, hogy tulajdonságaik miként elevenítik fel történelmünk különböző korszakait, kezdve Mária Terézia uralkodásától napjainkig. Hány év munkáját látjuk most itt? A papírpénzgyűjtés az 3 éves történet, 3 éve gyűjtöm a bankjegyeket, valamint a kiállítás kiegészült fénypénzekkel, ez olyan 10-15 éves múltra tekint vissza. Áruld el, hogy hogyan kell elképzelni ezt a munkát, tehát ezt a gyűjtési folyamatot? Hát ez nagyon nem egyszerű, mert egy papírpénz vagy egy numizmatikát gyűjteni, a legegyszerűbb formája az, ha az ember elmegy kereskedésbe, olyan szakkereskedésbe, akik ilyenekkel foglalkoznak, csak hát ott az Isten pénze nem volna elég ahhoz, hogy kifizesse. Ezek után nagyon sokat kell menni. Bolhapiacokra,
bőrzékre, összejövetelekre, ahol az embernek esélye nyílik arra, hogy kedvező áron hozzájusson ilyen darabokhoz. Mit gondolsz, hogy az írott történelem az, ami hitelesebb, vagy az, amikor idős emberekkel beszélgetsz el ezekről a pénzekről? Igazából nagyon fontos mind a kettő, de ami igazán megadja az alapot, az idős emberek elmondása. Meg kell kérdeznem, hogy mit jelent számodra a pénz? Hát szeretem költeni is, de az az igazság, hogyha olyan darabban találkozom, ami hajtatlan, vagy amiben ritkaságot, vagy különlegességet találok, a sajnos ezt el kell, hogy tegyem, és ilyen módon a költeni való pénz az mindig szűkebbre szorul. Én a numizmatika mellett ugye kinderfigurákat is gyűjtök, de ez a papírpénz gyűjtés, ez egy akkora hatalmas nagy kategória, mint a magyar, mint a külföldi. Én külföldi bankjegyeket is gyűjtök, külföldi pénzeket is gyűjtök, és ez akkora terület, hogy 100 ember öltő is kevés lenne ahhoz, hogy mindent összegyűjtsek. Tehát ez igazából betakarhatja az egész életemet, persze, hogyha a kedvem megmarad hozzá. Tervezel-e mostanában esetleg valahol máshol is kiállítást? Most ilyen pillanatban Kiskunhalasról, a Bibó gimnáziumból kaptam felkérést, valószínű, hogy ott lesz a következő tárlat, de ez csak januárban. A kiállítás november 11-ig tekinthető meg a Városi Könyvtár és Művelődési Ház kiállító termében. Óriási érdeklődés mellett zajlik évek óta a Keceli Könyvtárban a Nagyinet, vagyis az informatikai oktatás a felnőtt korosztály számára. Ezek után nem kell csodálkozni, ha a nagymama vagy a nagypapa megjelöl minket a Facebookon. Manapság nagyon fontos a számítógép ismerete, sokan már így tartják a kapcsolatot barátaikkal, vagy éppen ott rendezgetik a családi fényképeket. Ezt is hivatott megtanítani a Nagyinet, amely már 3 éve, 2008 márciusától sikeresen működik a Városi Könyvtár és Művelődési Ház falai között ingyenesen. A most induló tanfolyam megbeszélésén is élénk érdeklődés mutatkozott a Neumann János féle találmány iránt. Ön miért tartja fontosnak, hogy eljöjjön az internetes oktatásra? Hát elég régóta várok arra, hogy nyugdíjba vonuljak, és eltökélt szándékom volt, hogy első dolgom lesz, hogy beiratkozok a számítógépes tanfolyamra, lévén, hogy előző időmben nem sok időm maradt az ilyenre, viszont fél megoldást meg nem akartam csinálni. És most örömmel iratkoztam be, feleségemmel együtt, és hát igyekszünk majd elsajátítani a tudnivalókat. Ön mit vár a Nagyinet tanfolyamtól? Mit szeretne elsajátítani? Hát, amit képességem is képest meg tudok tanulni, azt meg szeretném tanulni, és szeretnék számítógépen játszani meg, megtanulni. Ennyi. Otthon van számítógép? Igen, van 2 is. Ön mit vár a Nagyinettől, miket szeretne elsajátítani? A képeket rendezgetni, levelezni, beszélgetni, tehát külföldön élő ismerőseimmel beszélgetni. Családtagokkal levelezést folytatni. A Nagyinet bárki számára elérhető, jelentkezni folyamatosan lehet személyesen a helyszínen. 11 hónapos ösztöndíjjal került ki a világ egyik leghatalmasabb országába nyelvet és kultúrát tanulni, Mikó Klára, aki élményeiről mesélt a Keceli körképnek. A világ egyik legnehezebb nyelvén tanulni, megismerni egy új kultúrát, megszokni egy másik gasztronómiát valóban nagy kihívás. Klári azon emberek közé tartozik, akik nem félnek az újdonságoktól. Kiemelném a méreteket, amik ott engem vártak, mert amikor így kiléptünk a vonatból és elénk tárult egy 6-8 milliós város, azért annak a méreteivel itthon nem igazán vagyunk tisztában szerintem. Tehát az embertömegek, az autók, a smog, az tényleg, tehát itt nem igazán tudjuk elképzelni. Akkor mint kulturális különbség, szerintem az étkezési szokásokban elég nagy különbségeket lehet észrevenni. Alapjában az, hogy készítik el az ételeket, milyen típusú ételeket esznek, milyen tipikus dolgok vannak, amik azt az ízt megadják, amikor azt mondod, hogy hazajössz, és az igazi kínai étel. Maga az, hogy milyen szokásaik vannak ilyen téren, tehát ott nagyon pontosan megvannak például, hogyha vendégségbe mész, akkor ki hova ül, ki a legfontosabb vendég, ugyanígy a családhoz való hozzáállásuk is nagyon, szerintem ott nagyon különbségek vannak. Hogyan nézett ki egy napod, hogyan sikerült barátokra szertenned, és hát a kínai nyelvet azt hogyan sikerült elsajátítani? Voltak-e nehézségek? Természetesen voltak nehézségek, tehát azért valljuk be, az egyik legnehezebb nyelv a világon. Tehát nem csak az írás tekintetében, de a hangsúlyok miatt is, ugyanígy hangsúly van a kínai nyelvben, amit szerintem
európai vagy külföldi ember nagyon nehezen sajátít el. De végül is én ezt tanultam kint, tehát én azért is mentem ki. Egy napom az úgy kezdődött, hogy iskolába mentem, ott körülbelül olyan délig voltunk, reggel 8:30-tól, 2 óra volt minden nap. Aztán utána az ember az szabad idejével önállóan rendelkezik, olyankor lehet egyébként igen barátságokat kötni kínaiakkal, legfőképpen mi is próbáltunk azért úgy, hogy minél többet legyünk kínaiakkal, de mivel ezért ez egy nemzetközi közösség ilyen szempontból, tehát azért ott nagyon jó barátságokat lehet kötni a világ minden tájáról. Hát az embereknek az élethez való hozzáállása volt nekem az, ami kint nagyon szembe ötlött. Tehát az, hogy mennyire meg tudnak elégedni az életükkel, hogy nem azt szajkozzák, hogy mennyivel jobb lenne így, mennyivel jobb lenne úgy, hanem csinálják a dolgukat, élnek, és ők megelégedetten, és odamész az árushoz, akkor visszamosolyog rád, és mindegy, hogy tél van, vagy nyár, vagy hány fok, akkor is ő pozitívan áll a dolgokhoz, vagy legalábbis megelégedetten is. És mondjuk szerintem ez nagyon fontos, az, hogy bármilyen körülmények között azt mond, hogy én most elégedett vagyok az életemmel, és jól érzem magam. Az idén felavatott Trianon emlékművet takarták le múlt pénteken a Ligetben, levonták a zászlókat is. Legközelebb, márciusban lesz látható ismét teljes pompában a legnagyobb magyar tragédia előtt tisztelgő alkotás. 2011. június 4-én, az összetartozás napján avatta fel Burányi Roland plébános a lakossági és vállalkozói összefogásból megvalósult művet, amely ma a város egyik legszebb ékessége. Ahhoz, hogy az is maradhasson, fontos a gondoskodás, karbantartás, ezért is kellett letakarni. Miért volt szükség a Trianon emlékműnek a betakarására? Hát ezt a csodálatos, szép emlékművet meg szeretnék óvni a tél viszontosságaitól. Maga az emlékmű egy igen szép és egy nagyon drága dolog, ami baj lenne, ha tönkre menne. Ugyanígy kezelem meg kéne óvni az összes többi emlékművet, szépen letakarolhat minden, nem kerül sokba és megéri. Ez a szép Trianon emlékmű március 15-én lesz újból kitakarva és fölzászlózva, hogy teljes pompájában díszelegjen. Ezúttal is szeretném megkérni a kedves keszerieket, aki még érez kis hajlandóságot, hogy nagyon kevés pénzünk hiányzik már csak az emlékbe, 95 000 forint, ha 2 000 forinttal is lehet támogatnák ezt a nemes dolgot, örülnék neki. Már Magyarországon is igen elterjedt szokás, hogy október utolsó estéjén maskarába bújva rémizgetjük a szomszédokat, és faragott tökalkotásokkal díszítjük a lakás különböző pontjait. Az Egyesült Államokból beáramló reklámmarketingnek köszönhetően egy újabb iparág kezd kialakulni nálunk is. A Halloween hősikelt a hagyományokból kialakult ünnep, amit elsősorban az angol száz országokban tartanak meg, bár mára az egész világon elterjedt. A töklámpás lett az idők folyamán a Halloween legfontosabb jelképe. Amerikában ilyenkor az ajtó előtt jelmezbe öltözött gyerekek jelennek meg, akik trick or treat, vagyis a cukrot vagy csínt, illetve a csokit vagy csalun kiáltással szólítják fel a lakókat állásfoglalásra. A Keceli Általános Iskolában is szerveztek pumpkin partit, ahol a diákok megmutathatták tökfaragási tehetségüket, majd az később zsűri értékelte. Az idén mintegy 30 tököt váltak ki, viccesebbnél viccesebb formákra. A mai naptól kezdve minden pénteken bibliaórát láthatnak itt, a Kecelvárosi Televízióban. A közele egy órás műsorban a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye főpásztorával, dr. Bábel Balázsral elmélkedhetnek a kedves nézők a Szentírásról. A bibliaóra ismétlése szombaton este szintén 7 és 8 óra között látható majd. Hogy tökéletesen, adekvát módon, ha az orvostudomány le tudná pontosan tükrözni a valóságot, a diagnózis és terápia mindig megfelelne annak, ami a betegségnek kell a gyógyítására, akkor nem lennének benne változtatások. No tehát, ma már alázatosabbak vagyunk, azt mondjuk, igen, a tudományra nagyon nagy szükség van, de szükség van annak a világnak a földerítésére is, ami nem mérhető mindig, és mégis létezik. Gyenge első félidőt követően egy összeszedett játékot láthattak a nézők múlt szombaton a városi sportcsarnokban. A Kecel kézilabda klub a Tisza-Kécske együttesét fogadta.
Az első 15 percben még tartotta egy, néha két gólos vezetését a keceli csapat, azonban gyorsan megtörte őket a vendégegyüttes, és több gólos hátránnyal vonultak pihenőre. A 10 perces szünetet követően azonban újra magukra leltek a játékosok, akik rövid idő alatt ledolgozták a gólkülönbséget, és percek alatt tetemes előnyre tettek szert. Az összecsapás nem volt eseménytelen, Ballát piros labbal küldte pihenni a játékvezető, de voltak verbális kakaskodások is. Ettől eltekintve a Kecel KC 29-22-re verte a Tisza Kecskét. A mérkőzés után Szűcs László vezetőedzőt kértük, hogy értékelje a látottakat. Egy ilyen sikeres mérkőzés után mit tudna elmondani, mi a véleménye a mai játékról, és mit mondott a fiúknak az öltözőben az első fél idő után? A mai mérkőzés legnagyobb eredménye a két pont és a második félidő. Az első félidőben a védekezésünk egy fabatkát sem ért, és ezt elmondtam elég emelt hangon az öltözőben. Úgy látszik, hogy volt foganatja, mert a második félidőben jóval jobban védekeztünk, és ha jól emlékszem, 23-18, 5 gólt kaptunk a második félidőben. Tehát ez a védekezésünkön múlott ez a mérkőzés. Ezt megbeszéltük az elején, csak úgy látszik, hogy menet közben elfelejtettük. Aztán megértettük, és a második félidőben jól alkalmaztuk a támadásainkkal, nem volt probléma, mert a kihagyott helyzetek ellenére megcsináltuk azokat a dolgokat, amiket gyakorlunk. Tiszaalpáron mérettette meg magát a Kecel FC és IFI labdarúgó csapatunk. Császár Ferenc elmondta, hogy a mérkőzést megnehezítette, hogy egy irreális talajú pályán egy legelőn kellett a labdát eljutatni az ellenfél hálójáig. Az IFI csapat így 1-0-ra kikapott, Tiszaalpár SE, Kecel FC 0-1. A tavalyi évhez hasonlóan ismét szkander és súlyemelő versenyt szerveznek a Keceli Fitness Klubban. A múlt évben megrendeztünk egy ilyen szkander és súlyemelő bajnokságot, és mivel teltház volt, ezen fölindulva és fölbuzdulva gondoltuk, ez idén is meg fogjuk rendezni. November 12-én szombaton délután. A versenyek hát kezdődnek körülbelül 1 órakor, és gondolom, hogy körülbelül el fog tartani 5 óráig, mire végezünk. A versenyen két hozzáértő úriember vezeti, a súlyemelést a ház, idős ház László János halmáról, a szkandert az pedig fülöpszállásról, Kelemen László úr, aki hát pár évvel ezelőtt második helyzet volt a világbajnokságon, Magyarország bajnoka, ő is itt volt tavaly, és akkor az ő segítségével fogjuk ezt lebonyolítani. Rengetegen voltunk tavaly, sok volt a gyerek, ami nagyon jó volt, hát meg kell említeni Verba József tanárurát, ő egyedül hozott 32 fiatalt, amit azt jelenti, hogy körülbelül olyan 8-9-10 évesek. Milyen korcsoportokban, illetve súlycsoportokban lehet jelentkezni? 12 évesig már jöhetnek be, de azoknak ingyenes, és azon fölül pedig azt hiszem, hogy 13-14, 15-16, majd 18 éves korig, és utána pedig súlycsoportok 60 és 65, és így tovább, tehát egészen 85 kiló is fölötte. Kecel labdarúgást kedvelő táborát is lesújtotta a hír, hogy elhunyt a legendás hírű 1960-ban olimpiai, 64-ben Európa-bajnoki bronzérmes Albert Flórián. 1977. május 8-án került sor Kecelen a budapesti színész válogatott Kecel öregfiúk barátságos mérkőzésre. Albert Flórián vállalta a játékvezetői közreműködést, ezzel is fokozva a mérkőzés iránti érdeklődést. Nem csak a keceliek, hanem a környék településeiről is eljöttek megtekinteni a meccset. A nagy futballistát soha nem felejtjük el. A fotókat köszönjük az öreg fiúk egyik tagjának, Udvarhelyi Istvánnak. Jövő héten hétfőn este a visszapillantóban felelevenítjük az elmúlt évi lampionos felvonulást és Kósa Klára előadását Virágzó magyar fazekasság címmel. Kedden megtekinthetik a Kecel FC Lakitelek TE labdarúgó mérkőzést. A szerdai életképekben az október 26-i író-olvasó találkozót láthatják Buda Ferenccel. Csütörtökön a Magyarország papírpénzei címmel október 28-án nyílt pénztörténeti kiállításra nyerhetnek betekintést. Jövő pénteken várja önöket az Életmód 17 óra 20 perctől, majd a Zöld Kommandó Marót Vikivel. Utána Keceli körkép, Megyei krónika és Biblia óra. Tartsanak velünk akkor is!
November 5-én 18 órakor Kecel KC PVS-e Bácsalmás kézilabda mérkőzésre várják a szurkolni vágyókat a városi sportcsarnokba. November 6-án délután 13:30 Kecel FC lakitelek téje labdarúgó mérkőzést rendeznek a városi sportpályán. A keceli hírek következő szerkesztőségi ülése november 7-én hétfőn este 6 órakor lesz a városi könyvtárban. Az őszi téli gyermekszínházi előadás sorozat folytatódik a Városi Könyvtár és Művelődési Házban, melyre várják a gyermekeket, pedagógusokat, szülőket és nagyszülőket egyaránt. November 8-án a Bajai Musical Színház előadásában a Dzsungel könyve látható, majd december 6-án az Odeon Színház az Óza Nagy Varázsló című zenés darabját mutatja be. Jegyek és bérletek már válthatók a könyvtárban. November 11-én péntek este 6 órától lampionos felvonulás lesz a városban a keceli óvodások közreműködésével. November 26-án 9 és 14 óra között szappant készítő tanfolyamot tartanak a művelődési házban. Jelentkezni november 11-ig lehet a helyszínen. Jövő szombaton 18 órától Kecel KC Dunaföldvár kézilabda mérkőzés a városi sportcsarnokban. Ugyancsak november 12-én szombaton este 19 órától Liba Toros rockmulatság lesz az Old Bikers Klubban, felép a Skitia és a Black Seas. Mára ennyi volt a keceli körkép, nézzük fontosabb híreinket még egyszer röviden. Több százan látogattak ki a temetőbe a négy napos hétvégén. Az önkormányzat koszorút helyezett el az első és második világháborúban elesett hősök emlékművénél és az ismeretlen katona sírjánál. Folyamatosan javítják a hibás útszakaszokat, a hideg beállta előtt kátyúmentesítik a várost. Nagy sikerű pénztörténeti kiállítás nyílt a művelődési házban. 1762-től 2011-ig láthatjuk a legritkább darabokat. Beindult a nagyinet, hamarosan nem jelent gondot a csetelés, a facebookozás vagy a képnézegetés. Amerikai ünnep már itthon is. Halloween partit tartottak az általános iskolában. A keceli körképet megnézhetik ma este 10 órától, szombaton és vasárnap este 6 órától, és hétfőn délben itt a Kecel Városi Televízióban, és megtalálják a város weboldalán is a www.kecel.hu-n. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk, hiszen már is kezdődik a Bács-Kiskun megye közéleti eseményeit feldolgozó megyei krónika. További szép estét kívánok, viszontlátásra!